A Megafon csapata azért harcol, hogy a közösségi médiában is hallható legyen jobboldali vélemény, a jobboldali hangok. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Deák Dániel kollégámmal, barátommal egy munkahelyen is dolgozunk, ami a Megafon, és a mai előadásnak ugye az a címe, hogy mi vagyunk a Megafon. Persze nem mi ketten vagyunk csak a Danival a Megafon, hanem a Megafon az egy hatalmas nagy közösség, akárha csak a munkatársainkra gondolunk, akikkel nap mint nap dolgozunk azért, hogy rengeteg mennyiségű jobboldali tartalom legyen a közösségi médiában, de akár hogyha a Megafonról beszélünk, akkor gondolhatunk arra a hatalmas nagy közösségre, azokra a képzősökre, azokra a Megafon családtagokra, akik már jártak nálunk, részt vettek a képzésünkön, és itt tényleg több száz emberről beszélgetünk, szóval amikor azt mondjuk, hogy mi vagyunk a Megafon, akkor nagyon sok emberre gondolunk, és olyan jobboldali patrióta emberekre gondolunk, akik velünk hasonlóan gondolkodnak Magyarországról, a világról, úgyhogy ez mindig egy nagy élmény egyébként, amikor eljöhetünk Magyarország bármely pontjára, és ott beszélhetünk arról, hogy mi is pontosan az a Megafon, milyen munkát végzünk a Megafon tagjaiként, illetve az, hogy kik egyáltalán a Megafon arcai, munkatársai és a Megafon családtagjai. Nagyon pozitívak a visszajelzések általában, tényleg nagyon akár a mostani időszakról, hogyha beszélünk, de akár a kampányidőszakban, akkor még többet jártuk az országot, heti volt, hogy több alkalommal is, és bevallom őszintén, nekem mindig nagyszerű élmény az, hogy azokkal az emberekkel találkozunk, akik ugye a közösségi médiában követnek minket. De ugye a közösségi médiában az ember általában hát maximum neveket, illetve egy kis fotót lát, egy profilképet, de mindig jó érzés, amikor ezek a profilképek, nevek valódi emberekké válnak, és ezekkel a valódi emberekkel találkozunk személyesen is, kezet fogunk, váltunk néhány szót, készítünk egy közös fényképet. Ez nekem mindig nagy élmény, mert jó azt látni, hogy húsvér emberek vannak a közösségi médiában is a bizonyos profilok mögött, és mindig egy nagyszerű élmény a találkozás, szóval én nagyon szeretek jönni ilyen helyekre, találkozni emberekkel, fórumokon részt venni, mert én mindig feltölt teljesen, hogy a munkánknak van értelme, és ez sok embernek egy nagyon sok dolgot jelent, úgyhogy ez mindig pozitív számomra. A polgáriest vendégei Deák Dániel és Bohár Dániel voltak. Most egy nehéz időszak van, az uniós forrásokat visszatartják, de ezzel párhuzamosan azért látjuk azt, hogy próbálják a beruházásokat, fejlesztéseket továbbra is megvalósítani, ezeket megcsinálni, tehát amelyeket korábban egyébként beterveztek, megígértek, azokat mind-mind hajtják végre, de azért azzal tisztában van mindenki, hogy a jelen körülmények között nem a nagy bővülések időszaka van, hanem azokkal inkább az a cél, hogy azt a recessziós helyzetet, ami veszélyezteti Európa gazdaságát, ezt elkerüljük. A koronavírus járvány az egy nagy sok hatás volt mindenkinek, a turizmusban is az egy komoly visszaesést okozott. Most az látszik, hogy a belföldi turizmus kezd magához térni, és elkezdtek ismét jönni a külföldi turisták, tehát hiába van egy fajta gazdasági visszaesés az elmúlt hónapokban. Ennek ellenére például a turizmusban az lehet látni, hogy a külföldi turisták jelentős mértékben történő növekedésének köszönhetően az az ágazat most bővülni tud, tehát ez egyébként ennek a térségnek is előnyére válhat.